Sziasztok! Zazoka vagyok, folytatom tovább a flashback játékot. Végig játszást. Gyorsan ránézünk az órára. Aha, jó, oké, rendben van. Szerintem... pillanat? Szerintem én most megvakartam a jobb fülemet. Szerintem nem volt ez a hangeffekt, amit föltűnt volna, de nem biztos, mert most ugye fülesen játszok, és ott sokkal jobban kijönnek a hangok. Jól van? Oké. Hát... jó, nem biztos. Ó, basszus kulcs! Bögölj meg! Meg fogok bögölni. Na most ugorunk gyorsan. Ó, basszus, ez... amíg én ezt tudok, ti, hogy így odaugrik. Kurva! Hát gyerekek, nem már! Az hogy lehet kikerülni, hogy így... na, az... nem emlékszem, hogy amíg lehet volna, hogy így odaugrott. Ez most meglepett. Nem baj, találjunk egy rohadt... generátort. Nem. Szerintem itt. Nem. Hú, de nehéz belőni magot most. Passzus kulcs. És szerintem... várjátok, próbálj... nem, ezt akartam, hanem ezt. Próbáljuk már azt ki, hogy mondjuk a force field az jó-e ellene. Jó, meg kell nézni, mert... ajajajajajajaj. Na már, meg is haltam, mi? Szuper. Jaj, ne, vedd elő a fegyvert! Nem merek megállni. Nem már. Menjünk már. Ne vetődjön úgy rám a rohadék. Maradjunk a megszokott, bevált mozdulatoknál, kötiket. Jó? Ne ugor rám! Ne vetődj rám! Jó. Így kell csinálni, kérem szépen valamit. Nem úgy, hogy rám vetődsz, és megharapsz, és leköpsz. Komolyan. Öreg vagyok én már. Ott jöttünk volna föl. A lift! Aha, az egy lift! Igen! Itt mások a liftek, és itt volt egy olyan rész, ahol nem tudom mit kell csinálni. Nem ez, a leges legvége volt. Pláne, hogy nem is tudtam, tehát hogy kapkodni kellett. És ott is megnéztem a végén, hogy mi a büdös franc van? Hogy kell tovább menni? Jó, megyünk még itt azért tovább, mi? Júj, de jó! Tehát ahogy, ha még lesz olyan hülye ugráló takony, akkor ezzel nem tudok mit csinálni, basszus. Ha más nem, gyerekek, vissza tett velek ide, basszus, és feltöltöm a pajzsot, ezt rakjuk vissza. De én nem szeretem ezt használni, basszus. Lehetettük fel, például az első ellenfélnél jó lett volna, ha be van kapcsolva. Be van rakva. Ennél a legutóbbinál nem kellett, basszus. Tehát ennyi. Tényleg olyan könnyű őket így kijátszani. Várjátok, itt mi van? Tehát, hogy ott van egy felső szint, ahol még itt el lehet jutni. De hogy jutok oda föl? Jó, már elfelejtettem. Szerintem a másik oldalról kell idejönni.
Oké. Szerintem a másik oldal, mert itt nem látom, hogy bárhol is föl lehetne kapaszkodni. Nincs. Megyünk oda-vissza. Igen, itt túráztat minket a játék. Megyünk ide-vissza. És akkor itt lesznek a... Nem volt ez a hangeffekt, amigen gyerekek. Nagyon... Szerintem észrevettem volna, basszus. Ki tudja. Ki tudja nálam. Oké. Kellő a fegyvert. Ez ha... na várjunk, ott van egy ágyú. De ha jól tudom, ez a... Nem tudom micsoda, ez egy kis járőröző szem. Ez nem csinál semmit. Tehát ez, ettől nem kell félni. Jó, leugrunk. Hol van? Hol van a rohadék? Gyere utánam. Basszus! Azt hittem, hogy... Menjél, menjél, menjél! Nem ár, ez nagyon gyors. Vissza tudnék ott amúgy kapaszkodni? Szerintem igen. Jó, majd... Ha megszorulunk, akkor megnézem. Annak az egérnek se volt ilyen hangeffektje. Jó! Ne felejtjük el, hogy ez a felújított. Jó, jó, jó. Picit hülyeség is így összenézni. Oké, várjatok. Hogy vagyunk itt? Aha. Az nem egy robbanó egér. Azt tudom. Jó. Mert az ilyen piros, az egy sima ilyen kis valami. Majd mindjárt megnézzük, hogy mi akar... Mechanical Moz. Jó, oké. Mechanical Moz. Semmi gond. Nem? Aj! Ha nagyon közel megyünk ide, és be akarok vetődni, és legugolok, akkor arra gugol le. Ez egy kicsit távolabb kell menni. Tehát vannak ilyen furi mechanikák a játékban, amit nem tudtak megoldani, vagy én nem tudom. Jó, tehát Mechanical Mouse. Ott van. És... Ezt hogy kell aktiválni? Aha, hogy le kell googolni. Jó. Még közelebb. Semmi probléma, mert a fogadó, teleport fogadót, azt átdobjuk. Csak várjunk egy picit. Úgyhogy teljesen átdobjam. Oké. Szerintem, gyerekek, itt volt még egy rész, eszembe jutott. Talán kettő volt, amit mondtam, hogy megnéztem a YouTube-on, hogy hogy kell tovább jutni. Mondtam, hogy a legvégén volt, és szerintem itt volt. Mert... Na majd mindjárt meglátjátok. Vártuk, ott volt valami. Ja persze, hülye vagyok, vissza kell venni a teleportot. Na jó, majdnem elfelejtettem. Oké. Így. Vigyázz! Le kell csimpaszkodni. Na, hogyha így leugrunk, akkor meghalunk. És basszus is, nézzétek meg! Tehát, hogy így most hogy jutok tovább? Értitek? Hogy jutok tovább? Visszamentem a sunyiba, mert valamit elfelejtettem, vagy nem vettem észre, de nem. Tudjátok, mit kell csinálni? Basszus. De vigyázzunk! Ja, még nem kell vigyázni. Basszus, ezt kell csinálni, és ez, itt nem volt üveg. Ez egy ajtó, bele kellett lőni. Nem tudom, honnan jött ez. Amúgy
tudom, hogy honnan jön. Ne felejtsük el, hogy easy-n játszok. Itt valószínűleg normálon is már van lent egy ellenfél. Ami azt jelenti, hogy ha rálősz, többször lősz rá, és akkor valószínűleg, hogy ugye annyiszor lősz rá, hogy egy golyó így akkor elmegy fölötte, vagy bármi, vagy mindegy, már lefeküdt és átlősz rajta. És akkor, hogy véletlenül belelősz az ajtóba. Basszus, erre nem jöttem rá, gyerekek. Nem tudom, hogy ez most szégyen vagy nem szégyen, de én nem jöttem rá. Oké. De miért áll föl? Tudom már miért áll föl, messzebb kell menni. Miért ment el? Elment, basszus. Ugye itt jobbra, ugye pont éppen neki buccolt a falnak, és akkor mindig föláll. Nem tudom, hogy ez is olyan, hát mondjuk ez jó, ez nem, tehát hogy ez jó. Értitek? Tehát, hogy így ott vagyok. Közelebb kell menni, tehát valahogy így. Látjátok? Tehát, hogy így, igen. Hát, hogy ez még jó is, hogy így neki ütődik a falnak, jó? Ezt én nem rovom föl hibának, ezt a saját kis idegbajosságomnak rovom föl, hogy milyen hülye vagyok. Már mindenbe belekötök. Basszus, nem ár! Ez így nem lesz jó, ember. Dögölj már meg, na végre. Már hány ilyen járunk? Mindegy. Várjunk, nézzük meg valamit. Jó, shield 1, tehát még kétszer meghalhatunk, vagy így kaphatunk valami ütést. Igen, ennél a csókánál fölveszünk valami érdekes dolgot. Na, érdekes. Fogjuk rá, hogy akkor nem, tehát mindegy, meghalt. Nem tudok, erre nem tudok mit mondani, gyerekek. Ugye jobb lett volna, hogy jön, mert hogy fölveszünk valamit a földről, meg úgy volt, hogy oda gyújtja nekünk. Na, mindegy. És akkor itt fölvettünk. Akkor ezt nem azt vettük? Nem itt veszük föl? Vártuk, hagyd nézzem át itt a dolgokat? Pedig itt nincs az. Akkor még azt nem itt találjuk meg? Jó, erre majd szükség lesz, majd a végén ki fogjátok találni ez a Atomic Charge eszközre. Nem, nyilván volt itt más? Nem. Jó, még föl fogunk venni valami érdekes írományt. Ott itt át kell gurulni? Szerintem igen. Jó, nem látok semmi ellenfelet. Még ne kiabáljuk el, mert ott fönt, ott vannak érzékelők. Jó, ez csak ennyit csinál, jó. Oké, ez csak ennyit csinál. Szóval jobb megoldás lenne a safe state. Jó, biztos, hogy... Hát ezek nem bántanak. Szerintem, ha lecsimpaszkodok, és úgy leugrok, akkor nem lesz semmi bajom. Itt van egy... valószínűleg, hogy azzal kapcsolom le azt a vagy szét azt a padlót. Ácsi! Ugorjunk csak oda föl, basszus. Jó, nincs itt semmi. És ez ilyen volt az Amigánál is, az az animáció amúgy. Amit ott láttatok, hogy ez föltűnt nekem akkor is, hogy tök hülyén néz ki, hogy ott meghalt az a szerencsétlen, aztán oda nyújtja nekünk a Atomic. Hú, basszus, na hát ez is jó volt. Ezt hogy így megoldani, ezt is... igen, ezek a régi játékok azért mások voltak. Nem mondjátok, nem is figyeltem. De jó. Ezek a régi játékok máshogy voltak. A mostani játékok, pláne amit, hát akár még ha egy indie játékról is beszélünk, szóval annyira ki vannak így, meg vannak finomítva. Erről az Indie Game The Movie-ban beszélt
egy srác, aki a Bread-et csinálta, én sajnos már elfelejtettem a nevét, és ő mondta, hogy nagyon sokat kell csiszolni egy játékon. Nagyon sokat kell vele játszani, és egy tesztelő, vagy egy készítő, bocsánat, egy készítő, aki teszteli a saját játékát, nagyon nehéz helyzetben van, hiszen mivel te készítetted a játékot, te tudod már, hogy mit kell csinálni. Miközben odaadod valakinek, aki még nem játszott a játékkal, az ugye lehet, hogy teljesen más útvonalokra elindulni. És teljesen más hibákra jön el. Tehát nem véletlenül vannak ezek a tesztelések. Ugye, kell, hogy legyenek tesztelések. Tehát még egy egyfős, akárhogyha egy egyfős ember csinál egy indie játékot, akkor is basszus, adja oda valakinek és teszteljék le. Mert az nem jó, ha ő maga teszteli a játékot. Na, és ahogy beszélt arról a srác, hogy nagyon sokat kell csiszolni egy játékon. Le kell csiszolni az éleket, ne sérüljön meg úgymond senki, idézelbetével sérülést. Nagyon jó gondolatok volt, mondott az a srác. Menjünk ide vissza. Gyere, gyere. Ó, basszus, aha, várjatok. Nem az van, hogy... Ha nincs fölötte semmi... Nem az van. Dögölj meg. Megdögölt, ez az. Jó, és akkor inkább visszarakom a... Na, arra gondoltam, ugye nem tudtam befejezni ezt a mondatot, hogy akkor vetődik így rám, hogyha nincs fölötte egy plafon, amin tud takonykodni, és ugye, hogy úgy, akkor mellém lepottyan. Az a baj, hogy nem emlékszem, hogy mi volt ott a első rél, hogy ott volt a fejünk fölött valami, vagy pedig nem. Hülye vagy, fiam. Azt hogy veszem föl? Több. Próbálkozzunk csak, gyerek. Na, elfelejtettem, basszus. Ugye, ha bármi bajom lesz, semmi gond, mert visszacsévélem a játékot, tehát hogyha ez most így nem sikerül. Állj, basszus kulcs. Nem, ez így nem jó, ez így nem jó, ez így nem jó. Rakd el a fegyvert. Más gombot nyomtam, de hülye vagy. Jó lesz ez, ezen a... Aj, Istenem, néni kédet. Ó, basszus kulcs. Haj már meg, na végre. Szedjük föl a fogadót, a teleportot. Én úgy tudom, hogy megyünk. Várjatok, itt nincs, ez nem egy, de. Ez egy lift. Úgy. Na és akkor így szerezzük meg. Jó. Nem tudok átugrani? Vagy csak megint bénázok? Nem tudok átugrani. Hiába nyomom a gombot. Nem tudok átugrani. De hogyha így megyek... Aha, itt már igen, jó. Érdekes volt ez is. Oké. Jó, itt akkor fölhívtam el a liftet. Jó. Nem tudunk tovább ott átugrani, megint csak. Akkor próbáljuk meg ezzel a módszerrel. Basszus. Jó, visszacséve. Visszacsévéljük. Miért nem ugrott ott át? Na most. Nem tudom, olyan hülyén nyomtam a gombot. Nem tudom. Furi! Pedig higgyétek el, hogy előtte nyomtam a gombot jóval. Lehet, hogy jóval előtte nyomtam a gombot. Na mindegy. Béna vagy, fiam? Nem vettünk föl sehol sem kulcsot, ugye? Jó, nem vettünk föl sehol sem kulcsot. Valószínűleg, hogy ugye ez az ajtó úgy nyílik, amit vegyük elő. Ugye? Valószínűleg, hogy ez az ajtó úgy nyílik, hogy akkor meg kell hozzá találnunk a kulcsot.
És szerintem akkor az lent lesz. Át tudunk úgy... Úgy. Jó. Oké. Menjünk le a liftel. Szerintem itt lesz valahol az a kulcs. Pereperepereperem. Aranyos kis alien-nek néz ki, de ő bánt minket. Akkor így. Jó. Basszus. Igazán megcsinálhatta volna úgy a srác is, hogy le lehet lőni akkor is, ha egy picit ott van a fegyverünk csöve előtt, tudjátok. De mindegy, jó. Vagy, ugye ha guggolva maradunk, akkor csapjon egyet, ugyanúgy. Tehát, hogy nekem fölállnom ahhoz. Mindegy. Túléltük. Úgymond, hogy ilyen nyafogós videó lesz. Igyekszem többet megfogni most már. Ó! Oh, hard lesz, tuti. Nem. Pedig a zene az becsap. Ott, hogy Stone. Vegyük föl, mert valószínűleg, hogy kelleni fog valahol. Nagyon gyanús nekem az a zöld paca ott. Hogy az majd aktiválódni fog. Nagyon gyanús nekem. Ott van egy robbanó, akne előttünk. Nézzétek meg, de szemét helyre van rakva az is. Az a zöld paca az semmi amúgy. Értitek? Tehát, hogy elmegyek, ott van a következő képernyőn itt jobb szélen. Tuti, hogy ott megsérülsz. Tehát ez a hogyan... Szivassuk meg a játékos tipikus példája. De jó. Na várjatok. Igen. Gyorsan. Dögölj meg. Te játék. Hát ezt nem hiszem el. Jó, itt megpróbálok várni egyet, ez az. Kicsit később nyomni a gurulás gombot. Aha, ott van valami, én már látom, ott. Ott van, megvan a kulcs, ami kellett nekünk. Menjünk még tovább. Jó. És kísértettem a sorsot. Fú, basszus. De hát igen, ezek undorítók. Ezek a ellenfelek. A legkönnyebb ellenfelek szerintem a mutánsok, utána pedig a földön lévő azok a teleportálók is. Nem is teleportáltak, hogy fölgyorsultak azok az ellenfelek. Húha, hogy tudok itt visszamenni? Nem tudok fölkapaszkodni? Akkor várjatok. Ajajaja, oké. Az volt az a zöld paca, bizony. Hülye teleport. Jó. Megint széfelhetünk egyet. Itt volt az ágyú? Nem. Jó. Hop, csimpászkodj. Szerintem... Visszamegyek itt balra. És megtöltöm a... Aha, ó, basszus. A shieldet. Ez az, és akkor megint föllélegezhetek. Itt ugye nem kell nagyon ügyeskedni, ott se. Ah, hogy itt ez az a hely, amiért valamiért itt nem lehet átugrani onnan, hanem így. Ne kérdezzétek, hogy miért. Oké. Okay.
Basszus kulcs. Át lehet oda ugorni? Hát igen, elérjük. Ah, jó. Hirtelen nem tudtam megítélni, hogy ott tovább lehet-e menni, vagy pedig nem. Amit szerintem mondom, tök jó a grafikája. Szerintem ez az ideális beállítás. Oké. Okay. Oké. Okay. Nos, srácok! És akkor itt van az a rész, ami majd itt a végén, ott ha elnéztek jobbra, én úgy ítéltem meg, hogy, hogy ott le lehet ugorni a végén, hogy hiszen az úgy belelóg a levegőbe, és ott le lehet ugorni. De nem! Basszus, ott a jobb szélén az egy lift. Gondolnátok? Na erre, ez volt a negyedik akkor, ahol megnéztem a videót. Hogy a büdös francba lehet tovább jutni. Ah. És majd meglátjátok a szitut, hogy mennyire így nehéz volt, mennyire kapkodós volt. Próbáljuk azt meg, hogy, mert arra nem emlékszem viszont. Azt tudom, hogy van olyan fals gödör, ahova hiába, de messzebbről kell dobni. Jó, de, jó, sikerült, oké. Azt hittem, hogy átdobja a túloldalra. Hol vagyunk? Itt vagyunk. Nem, az aki... Hol van a... Itt van. Nem, hol van? Telekontroll, itt van. Akkor ez az, basszus. Még egyet kellett csinálni? What? Akkor meghalunk. Ez az. Jó. Ugyanis az Amigánál, ha itt most megnyomtam a teleport gombot, hogy ültek meg menni a teleportnak, akkor mutatta az animációt, hogy meghalok. Itt viszont érdekes, hogy nem. Oké, de viszont hogy szerzem vissza a teleport végpontot? Hiszen ledobtam, basszus. Vagy akkor ilyenkor visszakerül hozzánk? Nézzük meg. Tehát most ott van. Oké. És hogyha fogom és ledobom... Akkor itt nincs meg. Tehát hogy kapom vissza? Értitek? Hogy kapom vissza? Hogy kapjuk vissza? Jó, ez most már így elég ennyi, ugye? Itt, igen. De jó, fú basszus. Erre amúgy nagyon kíváncsi lennék, hogy visszakerül valahogy is hozzánk az a teleport végpont ebben az esetben. Mert szerintem akkor ez egy hiba. Jó, mindegy, oké. Figyelj, nem biztos, hogy... Tehát lehet, hogy nem véletlen, hogy itt van ez a save pont. És várjatok, most nézem amúgy azt is, hogy ott van nálunk egy logbook, ez mikor került hozzánk? Ez mikor került hozzánk? Ezt kerestem. Vagy ezt néztem. 437. nap. Ugye, én azért néztem meg, amikor lelőtték azt a férfit. És fölvettünk tőle valamit, hogy hogy került ez hozzánk, mert szerintem ez annak a férfinak a naplója. Szerintem, ugye itt vagyunk ezen a alien bolygón, és szerintem ez valami emberi tudós volt, vagy ezzel kísérleteztek, vagy én nem tudom, mert ugye, tehát hogy meg akarnak minket semmisíteni, ugye a ilyen fajok versenyében, mindegy, tehát hogy
Érdekes, hogy a Titan Computerről ír. Hogy valahogy el tud helyezni egy figyelmeztetést. És itt van. Tehát ez ugye, akkor van egy, te éljenek egy Master Brain. Ugye, aki parancsol. Ugye, hol is van ő? Jó. Csak ez most ilyen biológiai, vagy pedig mechanikus? Impossible to get through the Master Brain is installed inside the planet, tehát a bolygó magjában. Minden kommunikációs csatornát elvágtak. Eureka, contrast the planet, Master Brain is asleep for the moment. Egy pillanatra ugye elaltatta ezt a Master, ezt a főagyat, és ugye, hogy valamit hogy ezzel az Atomic Charge-el ugye el tudjuk pusztítani ezt a Master Brain-t, ami ugye a szíve a bolygónak. Már valami ilyesmit veszek én ki. Igen, tehát hogy constructed a bomb, powerful, de megfelelő elejű. És az egész bolygó fölrobban. A bolygó magjába juttatjuk le azt valahogy? Azt a charge-et? Atomic charge-et? Ugye, hogy kell keresni egy bátor valakit, aki ugye, ugye elhelyezi, hogy végrehajtja a tervet. De hogy akkor ez, hogy hogy került ide ezt? Most így az a fölött elsiklottam valahogy. Lehet, hogy volt róla szó, csak elsiklottam fölötte. Van valami űrhajó a hangárban. Jó. És azzal kell elmenekülni. Csak akkor ugye ő nem tudta elmenekülni. Mi meg akkor végrehajtjuk ezt a tervet, és ugye el fogunk tudni menekülni azzal az űrhajóval, ami a hangárban van. Ó, Philip Howard Clark. Ez a én végső üzenetem. Szerintem attól a csókától vettük föl valahogy ezt a tervet, csak akkor nem jelent meg egyből, vagy ezt a naplót, csak ez nem jelent meg egyből. Na jól van, srácok, ha minden igaz, akkor így. És ha minden igaz, akkor itt egy nagyon pontos ugrás. Aha, ennél pontosabb. Kell megint, hogy oda felugorjunk. Gondolnátok? Basszus, hát mondjuk más módszer amúgy nincs. Igen, hoppá, túlmentem rajta. Ez az. Jó. És itt van a lift. Nem lesz jó. Túl... Néha annyira nem áll nekem kézen. Értek, miért... Várjuk, itt valami nem stimmel. Ó, hogy ott hiába lövök! Akkor ezt hogy kell megoldani? Ezt hogy oldjuk meg? Várjuk. Menjünk le! Ó, hogy baszódj meg! Rakjuk el a fegyvert! Ez az. Menjünk már ide le! Lejön utánunk? Rakjuk be azt a rohadt force fieldet, hogy azzal lehet valamit kezdeni. Ó, van. Nem tudom, néha olyan hülye a irányítás, holt komolyan nyomom az ugrás... gombkombinációt. Ez az. És mégse basszus. Hát egy picit olyan érzéketlennek érzem én valahogy a nyitást.
Vagy mondom, hogy valahogy, nem tudom, olyan, mintha valamilyen távolságból már nem lehetne elugorni. És ez ilyen volt az Amigánál is. Jó. Oké, ott ugye nem tudunk úgy átugorni. Mondhatnátok, hogy azért, mert hogy ott van az a lelógó fütyi, de az szerintem mögöttünk van, vagy én nem tudom. Nézzétek, érdekes, hogy most ki van nyílva a fölöttünk az a csapóajtószerűség. Ezt mondhatnátok, oké, de akkor most így miért tud átugorni a csóka? Na, jó, és akkor váltsunk vissza a force fieldre. És akkor itt... Jó. De ez, hogy elsőre nem, ez így nem jó. Elsőre soha nem sikerül. Igen. Tehát az hogy a francba győzzem le? Ugorj föl gyorsan! Ugor! Ez az töki. Hagyjuk ott a francba. Menjünk. Húha, itt gondba leszünk. Ez az, bizony. Mert nekem az a gyanúm, igen, hogy ott meghalunk. Menjünk így végig. Ott kapaszkodtunk valahol föl, ugye? Jó. Nyomjuk ezt meg. Hívjuk elő. Mert itt tudom, hogy hogy lehet oda a frankon lejutni. Úgyhogy ne sérüljünk meg attól a felső két bombától. Amúgy mutatom. Nem tudom, miért nem látjátok. Oké. Előre, amikor dob, akkor előlerép. Vártok? És most ő visszamegy? Nem. Olyan pozíciót kéne találni, hogy... Aha, ez itt jó lenne, ha jönne utánam a rohadék. De nem fog utánam jönni. Jó. Akkor vegyük föl... a fogadót. Igen, teleport fogadót. Jó. És mindjárt átnézem itt, hogy mi a helyzet. Jön most utánunk, vagy nem jön utánunk? Jó, nem jön utánunk. Akkor szerintem azt ott elkerültük, mert emlékszem így erre a részre, hogy nem arra fele megyünk vissza. Uha, várjatok! Gyerekek! Erre emlékszem így erre a részre, vártok? Hogy itt nagyon megkönnyíthetem a dolgomat akkor, hogyha én ezt a... teleport fogadót, ezt itt hagyom. És úgy megyünk föl. Szerintem itt emlék... Aj, Istenem! Menjünk lejjebb! Menjünk! Oké, de hogy tudunk itt ugrani? Hogy tudok oda menni? Tudom már, szerintem. Valahogy föntről le kell ugorni, nem? Nem, túl magas! Túl magas. Azt tudja, hogy nem tudok oda úgy leugrani, lecsimpaszkodni. Tudok valamit dobni? Van nálunk kő. Fölszedtem egy követ valahol. Az a shield. Nem szedtem fel egy követ, gyerekek? Azt én eldobtam? Vagy mi a büdös francon? Jó, nem mintha nagyon akarnék küzdeni. Érte? Jó, akkor lehet, hogy hagyom is. Erre gondolok, hogy... Tehát nem tudok ugrani, hiába nyomom a gombot, nem tudok leugrani oda át. Talán még majd egyet lehet megpróbálni. Ezt kapcsoljuk ki. Idegesítő. Egyetlen egy dolgot tudnék még szerintem valahogy csinálni, hogy ugye majd felhozzuk arra azt a teleport fogadót, és valahogy azt, ha engedi a liftről eldobni, akkor szerencse, vagy valahonnan innen. Az a baj, hogy szerintem, hogyha innen meghajítom, azt nem dobja úgy le. Na, mert azt nem tudom, hogy lehet felszedni. Na, jó van. Bizonyos dolgokat meg kell tanulni elengedni, srácok. Rakjuk be
force fieldet. Ó, basszus, aha, ezt, ha jól tudom, ezt én úgy oldottam meg, ugyanis, ez lesz majd pajzsfeltöltő, ugyanis, gondolom a PC-s verzió sem sokban különbözik a Amigástól. Ha oda leugrok és meg akarok küzdeni vele, túl kicsi az a terület. Tehát mintha egy ketrecbe ugornék le egy vadállat mellé, vagy ketrecbe mennék be egy vadállat mellé, egyszerűen nem tudok vele mit csinálni. Na most, hogyha viszont... Így... És már megyek is föl... Nem. Akkor nem. Akkor várjatok. Pedig valami ilyesmi megoldása van ennek. Ó, ez az! Jaj! Jó van. Hát ezt gondoltam, hogy ez nem lesz ilyen egyszerű, mint Amigánál, basszus. Picit így hamarabb. Ez az. Menjünk. Jó. Ez az. Oda át kéne ugornunk, úgyhogy ne kapjon ez a rohadék. Hát bazd meg. Amigán könnyebb volt, gyerekek. Tehát amint rájöttem erre a megoldásra, akkor Amigán már könnyebb volt. Jó, hogy most elment. Oké, semmi gond. Menjünk, ugorjunk át, ugorjunk föl. Jó, így. Oké, fegyver elő. És innentől kezdve már nyerő pozícióba vagyunk. Nyerőbb pozícióba vagyunk. Basszus kulcsát. Mondtam, nyerőbb. Ez az, te rohadék. Dögölj meg. Hú, erre mire rájöttem, srácok? Oké, semmi gond. Nekünk ez pont megfelel. Oké, és... ott van. Amúgy nagyon sokat idegeskedtem. Igen, hát mondom, nem nekem való már. Normálon, gyerekek, tényleg nem. Tehát, hogy így... Nem. Tehát így is basszus... nagyon sokat idegeskedtem. Amikor Amigán játszottam, és rá kellett jönnöm, hogy mi annak a megoldása? Hogy oldjam meg? Tényleg, ha nem lettek volna a safe state-ek, akkor... Szerintem nekem esélytelen lenne végigjátszani az eredeti... a PC-st, vagy Amigást, ahol nincsenek ilyen... tehát emulátorban, hogy szérztétek, vagy itt, hogy ilyen visszatekerés. Basszus, esélytelen. De még ízin se. Vagy pedig nagyon sok idő, jó? Mondjuk azt, hogy inkább nagyon sok idő. Oké. És akkor ugye... nekünk... most már ide leszabad ugorni. És ha jól tudom, akkor ez a kapcsoló... ez nem is azt a kaput kapcsolta. Az nem is, ezt nem is tudom, hogy ez micsoda. Ott látjátok azt a kaput, látjátok? Ez nem tudom, hogy hirtelen micsoda. Vártok, és mi van akkor, hogyha leugrok, előveszem a pisztolyt. Megyünk vissza. Illetve itt jön a zsenialitás, amire rájöttem. Amikor már itt játszottam a pályán. Nem elsőre, nehogy azt higgyétek, hogy előveszük ezt a telekontrollt, megnyomom, és... ó, basszus! És... ó, Istenem! Egy kis esélyt adjatok nekem. Menjünk még tovább, lehet, hogy tovább is menni. Nem! Jó, elpusztult a rohadék, dögölj meg. Oké. Valószínűleg, hogy ide kell berakni a egyik... ugye két kulcsunk van most már. Nem tudom, melyiket kell berakni.
Jó, eltaláltam. És arra kell fölmenni, de akkor én még... Itt próbálkoznék egy picit, srácok, azzal, hogy... nem vettem föl a fogadót, mert egyből ott leestem, ugye? Igen. Ott van a végén szerintem. Nem. Hol van? Akkor valahol itt, ott van. Annyira messze eldobtam. Igen. Megpróbálom itt még azt, hogy rakjuk a fogadót a kézbe. Ott van. És akkor megindulok fölfele. Nem tudom eldobni. Ilyenkor hiába, mikor liften vagyok, nem tudom eldobni. Nem, semmit nem tudok vele csinálni, gyerekek. Semmit. Azt akkor nem tudom, hogy lehet fölvenni. Az volt az ötletem, tudjátok, hogy kézbe veszem ezt a receivert, és eldobom a liftről. De nem lehet semmit sem csinálni, sajnos. Amikor ott a liften megyek. Jó, akkor ennyi, meg egy Bambi. Nem erőltetem. Egy hirtelen nem is tudom, hogy annak milyen megoldása lenne. Valami tényleg még esetleg úgy, hogy föntről úgy megtalálsz a pontot, hogy le lehet dobni ezt a fogadó, teleport fogadót, hogy pont úgy essen, hogy pont oda. Tudjátok. De hát, nem. Nincs az az Isten, hogy ne kell próbálkozni. Pláne azok után, hogy nem látom, hogy nagyon kapnám a street artokat. Jó. Ez megint tipikus, zseniális szivatás. És láttátok, hogy egy picit belelóg, de mégsem. Érdekes, ugye? Ezt amigán is így volt. Mert persze ez ennek a megoldása, hogy így, amikor van egy kis szünetük, ugye, akkor átugrok fölöttük, és ugye ott fölöttünk, ahova nem lehet följutni, az a kis mechanikus egér azt csinálja, hogy itt járőrözik és váltogatja ezeket a hamvasztókat. Jól van, mehetünk. Oké, itt kell majd a másik kulcs. Aha. Itt kell a másik kulcs, ami nem tudom, hogy hol van. Itt van. És itt ahogy nézem... Itt ahogy nézem, egyszer biztos, hogy meg fogunk sérülni. Vagy nem. Mert úgy átdobom a fogadót, mert szerintem arra jobbra kell ott lemenni. Úgy átdobom fölöttük a fogadót, a teleport fogadót, hogy pont oda beessen. Na, azzal fogunk majd próbálkozni. Illetve, hogy itt nézem, hogy van egy lift is. Alig vettem észre. Ó, ennyi volt! Nem sérültem, ugye? Hát itt legalábbis. Aha, és szerintem nem merek lecsimpaszkodni, mert biztos, hogy túl magasan vagyunk. Tehát itt az lesz a megoldás, amit már láttatok, hogy ledobjuk a teleportot, és utána megyünk. Itt is fölkészülök minden rosszra. Hát ez itt érdekes lesz. Jó, ő szerencsére hamarabb elpusztult. És... Ha, itt ez lenne az agy. Szerintetek? Amúgy szerintem igen, de mindegy. Mert olyan agynak néz ki. Basszus, nem már, mert ott van a fogadó, még nem szedtem föl. Nehogy itt leessek. Mondjuk szerintem elég magasan vagyunk, és meghalok, és vissza tudom csévelni a játékot. Jó. Tehát ez nekem kell. Szerintem kell? Még várjatok.
Én úgy emlékszem, hogy itt már nem járunk túl messze a végétől. Na, valahogy el kell találnom azt a pontot, ahol pont be tudom dobni. Menjünk még, nem tudok már messzebb menni. Szerintem onnan kell dobni, a másik oldalról, mert az van úgy messzebb. Értitek? Így. Nem. Még messzebb kell menni. Még messzebb kell menni. Ez az. És... így. Ja, oké, visszajöttünk ide. Nem tudom, de emlékeztek a részre, innen mentünk föl, és ott potyantunk le, hogy fölöttünk van egy, ugye egy lyuk. És itt vagyunk, látjátok? Tehát itt volt. És... nem. Még egy kicsit közelebb. És ha jól tudom, akkor most vissza kell mennünk. Itt ugye nem tudunk mit csinálni. Tehát ez nem olyan lyuk, ahova le lehet ugrani. Ott mentünk föl. Ott elcsaltuk egy ellenfelet. Ott nem öltem meg egy ellenfelet. Ott maradt csapdába a kis hülye mocsok. Uh-huh. Ez lesz az. Szerintem itt menjünk vissza a lifttel, de várjatok. Ó, basszus, nem tudok átugrani, hanem nekifutásból kell. Nézzétek meg, nyomom a kurva gombot is, nem. Nem hiszem el. Mit csinálok máshogy? Tehát nem hiszem, hogy máshogy nyomom a rohadt gombot. Na mindegy. Nem érgelődjünk. Hol van a shield? Ó, nullán volt. Várjuk, iszok egy picit. Oké. Nem. Igen, több, a gondnak több konfigja van, több lehetőség. Aha, itt van, jó. Itt van a mi kis lejáratunk. De akkor nem azon a lifttel, azt tudom, hogy emlékeztem, hogy valami lifttel kell lemenni, de akkor ezzel a lifttel. Még jó, hogy tovább jöttem, mert csak próbálkoztam volna. Oké. Hát itt már nem emlékszem már pontosan, hogy hány ellenfél lesz. Oké, emlékszem erre a részre. Emlékszem erre a részre. Érdekes, hogy ez nem tudom, hogy itt ez mit kapcsol például. Van nálunk bármi? Nem, ugye? Nincs. Tudjátok, mi jutott most megint eszembe, basszus? Remélem, hogy vissza lehet itt még jön. Úgy emlékszem, hogy vissza lehet itt még jönni. Jó. Akkor nézzük meg azt. Jó. Gyorsan. Emlékszem ennek a megoldására. Oké, le. Le, guggolás. Oké. Nem! Elrontottam már, basszus, elrontottam. Gyorsnak kell lenni. Oké, sikerült. Nem sikerült. Oké. Nem, maradhat a pisztoly nálunk. Ezt is. Az már nem lesz jó. Sikerült. Már megint. Aj, nem szabad ennyit pöcsölni, tökölni. Ne, sikerült. Akkor a másik oldal. Jó, oké, akkor vissza.
Kicsit előrébb, oké, megcsináltam a két ellenfelet, és akkor ez az. Mondjátok! Kurva. Jó, egy picit még visszább. Még egy picit, jó. De... Csak ügyesebbnek kéne lennem, ugye? Azt az oldalt. Jó, és ha minden igaz, akkor ennyi. Jó. Szuper. Jó van, gyerekek. Hát, megmondom őszintén, hogy Amigásnál így valahogy jobban megtanultam már, mint itt most. Oké. És nem... Várjatok, biztos, hogy nem tudunk visszamenni? Nem, ez nem azt nyitja. Tudjátok, mi jutott eszembe? Na jó, hát az a baj, én már könnyen dumálok, mert én már tudom a játékot, de... Ó, basszus kulcs, és most itt nem tudunk visszamenni már. De viszont mi van akkor? Na már, menjünk tovább. Jó, én meg... Megpróbálom. Hogy... A teleport fogadót, azt itt hagyom. Így, oda eldobjuk, és megyünk szépen tovább. Ha esetleg kell... Fú, basszus, hát nehogy megszivassam magamat. Várjunk, ez itt mi volt? Ó, nem mondjátok. Tudjátok, mit fogunk csinálni? Visszamegyünk és föltöltjük a pajzsot. Oké. Akkor ezt tökre meg lehet így csinálni. Hogy így most így vissza tudunk jönni. Akkor fölveszem a pajzsot, a fogadó részét. Itt van. Mert én nem emlékszem, hogy erre még szükségünk lesz. Áj, az a baj, nem tudom. Nézzünk odaföl, csak odaföl nézzünk, jó? Nem tudom, hogy még milyen hosszú lesz így ez a... Jaj, ne nagyon nyomja minket. Én úgy emlékszem... Az mi a franc? Tehát nem emlékszem arra, hogy nekem ez a teleport, ez még kell bármire is. Van nálunk kulcs? Van. De nem ide való. Még egy biztos, hogy nincs nálunk szerintem. Jó. Hű, basszus, megjelent egy rohadt. És ezt nem tudom, hogy hogy kell ezt a... Erre a Exploding Moz, ez egy robbanó egér, ezt nem tudom, hogy hogy kell használni. Mindig magamat robbantottam föl vele. Egyszerűen nem tudok ráérezni. Jó, menjünk le, gyömini, menjünk le. Ó, a mindenedet. Menjünk. Nem jön utánunk az a rohadék? Látok, ha itt leugrok, akkor szerintem ott pont lesz annyi rész nekünk. Jól van. Mozdulni nem tudok, gyerekek.
Mozdulni nem tudok. Tehát, hogy hiába nyomom a gombot. Ugye úgy van megcsinálva a játék, és ezt azt hiszem Gret még nehezményezte is, és igazat adok neki, hogy tehát, hogy van neki egy ilyen tehetetlensége a karakternek, hogy be kell, hogy fejezze azt a mozdulatot. Nem tudod megszakítani, be kell, hogy fejezze azt a mozdulatot. Fú, gyerekek, mi a francot csináljak? Hát nem ezt, ugye. Itt meg akkor fölállunk, mert neki megyek a falnak. Megdögölj már meg! Jó, itt len kell vele megküzdeni. Hogy állunk pajzsal? Nem tudom. De még mindig nem szereztük meg a kulcsot. Várjatok, ő nem dobott el egy kulcsot? Ahol meghalt. Nem. Ez biztos, hogy nem az. És más nincs. Valahol elhagytam egy kulcsot? Itt nem látom, hogy lenne. Itt szintén nem látom, hogy lenne. Bácsi? Dehogy is nem, basszus. Hát ezt nehéz volt észrevenni. Oké. Hogy állunk pajzsal? Szerintem nagyon rosszul. Aha. Ennyire. Hát ezt itt esély nincs. Hát próbáljuk meg ki azt a robbanó egeret. Ott van. Hát ezt lerakom, le kell hajolni és lerakom. Jaj, ne! Menjünk ide-vissza, menjünk ide-vissza, így. Ketten is vannak, what? Ah! Kitalálni, hogy most... Na, Istenem. Dögöljetek már meg, légy szíves! Az egyik, mintha már elpusztult volna. Nem! Itt van az, amikor ugye nem tudom kiszámolni, hogy most... Jó. Hogy most ugye ő mit fog lépni. Arra számítok ugye, hogy ott föl kell. De nem jött utána. Na jó. Megoldottuk. És jó volt ez a robbanutós egér, arra indult el, amire én akartam, csak nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Oké... Aha! Nos, srácok! Hogy figyelj, ha már egyszer végigjátszottad és emlékszel erre a részre, akkor ez itt sokkal könnyebb lesz. Na, fiúk, vágás történt. Nem lehet becsapni a játékot, ugye én nem vettem észre. Hogy ott van egy porlasztó, egy igen, hamvasztó, és kell nekünk a teleport. Nem tudjuk ezt kikerülni. Kár, nagyon kár, nagyon kár, pedig ez így tök jó dolog lett volna, ha ezt így meg lehet csinálni, szerintem. Most már fölvehetjük, de minek? Oké. Tehát, hogy rakjuk le oda az atomik töltetet, az atomtöltetet, minden charge. Jó, de ezt fölvesszük. Ez amúgy mit csinál? Szerintem se ezzel küldjük majd le. Jó, akkor... Így. Ide jövünk, és legugolunk, és lerakjuk a atomik charge-ot, és ennyi. Ó, de már tudom, hogy... Na most kellett volna... Na most kellett volna előre dolgozni, basszus.
Most kellett volna előre dolgozni. Jó. Nem tudom, mennyi időnk lesz. Amúgy arra a potyogtatóra, amíg nem emlékszem. Akit ott mindig ott potyogtatott, ahogy most elhagytunk. Természetes, hogy... jó, már legyen ez. Hoppá. Egy, és ott a lift. Remélem időben. Jó, jó, jó. Hát úgy még, hogy bénáztam, meg itt picit lassú volt, amíg úgyis akkor megcsináltuk. Na, hát gyerekek, végigjátszottuk a flashbacket. Itt a utolsó, igen, ez nem a kedvencem, ez a alienes ellenfelek. Oké, várjatok, várjatok, itt valamit, mi van? Na hát ezt nem tudom. De hogy valamit csinál magában... ez nem volt Amigám. Ahogy kijutottunk... Mindegy, itt valami nem volt. Amigen, azt tudom, itt valami animáció hiányzott. Rész, animáció rész. Na hát ezt várjuk meg, srácok. Közben szerintem nyugodtan dumáltok a játékról. Tehát most már akkor másodszor végigjátszottam a játékot, csak ugye most a 25. évfordulós PC-s felújított kiadást. Ez egy régi törlesztésem volt, mondjuk azt. És még mindig azt mondom, hogy így... Nagyon... Hát, hogy mondjam... Szerintem nagyon jó dizájna, a grafikája volt a játéknak. De... Az a helyzet, hogy nekem az Another World... Valamiért... Na most nagyon jó, nagyon kíváncsi leszek. Ezek után már Isten ütse végigjátszom a Another World-ot is. Story, Polk, Quisse! Hát hogy kell ejteni? Igen. Azért régen is ugye többen fejlesztettek egy játékot. Hát látjátok, hogy azért a játékot sem ez a Paul Küsse fejlesztette csak. De érdekes, hogy mindig egy név marad úgy fönt, persze. Ugye nagyon finom animációja volt, mert ezt is ilyen rendes mozgással vették föl. Mint ahogy ugye, most nem tudom, hogy melyik volt a legelső játék, de a legkorábbi játék talán, amire én emlékszem, talán, azt szerintem a Prince of Persia volt. Lehet, hogy előtte is már volt olyan játék, amit úgy csináltak, nagyon finom animációt, hogy kamerával felvették valakinek a mozgását, és akkor azt ugye így valamilyen úton, módon ugye bevitték a számítógépbe, és ugye ilyen grafikát csináltak belőle. Jó, hát mondjuk annyiból ugye mondhatom azt, hogy akkor ezt eredetin vettem meg.
Én úgy emlékszem, hogy akcióba, tehát ezt most szégyenszerűen be kellett vallanom, vagy be kell vallanom. Biztos, hogy valami 50%-osba vettem meg. Hát nem emlékszem rá, lényegtelen amúgy ez is. Vettem én nagyon régen, na ott van a szkórom, hát ezt föl lehet jegyezni, és ennyi. Gondolom, hogyha nem easy-n játszottam volna, hanem médium, normálon, vagy ugye ne adj Isten expertem, annyira hülye vagyok, akkor még több pontszámot kapunk. Jó van, srácok. Jó. Érdekes, hogy így a végén így szerintem, mintha itt több idő lett volna. Amigán szerintem nehezebb volt. De lehet, hogy bebeszélem magamnak, tehát ez most ne vegyétek készpénznek. Amigán azt tudom, hogy sokkal ott többszöri próbálkozásra tudtam csak visszajutni. És ugye mondtam, hogy ott volt az a lift, és azt nem tudtam, azt nem vettem észre. És mivel ugye lejárt az idő, ezért fölrobbantam. Ugye hát a bolygóval együtt. De nem szerintem az az alieneknek a bolygója volt, hiszen nem hiszem, hogy mi a Titán holdat így fölrobbantottuk volna ott a telepesekkel meg mindenkivel együtt. Az az alienek bolygója volt. Igen. Szerintem. Hát ezt már nem értettem pontosan. Mit akartam még mondani? De igen, tehát hogy a végén, ott akkor az volt a negyedik, ahol meg kellett néznem a YouTube végigjátszást, és oda tekernem a végéhez, és megnézni, hogy a francba jutok ott tovább, vagy ki, vagy fel, vagy le. Én amúgy azt hittem, hogy tudjátok, hogy az egy platform, és ott le kell ugrani, ugye tovább menni, jobbra. De nem, az egy lift volt. Hát ez jó. Nem tudom. Ugye itt olyanokkal kell beszélni, vagy meg kéne nézni egy rendes végigjátszás, nem ilyen speedrunt, amit én is néztem, aki már ugye olyan videót rakott föl, hogy már többször végigjátszotta, gondolom, és már olyan profi, hogy hihetetlen, egy olyat megnézni, mint aki én, értitek, hogy így erről beszél, erről az élményeiről, hogy így elsőre végigjátsza a flashbacket. Várjátok, Ácsi! Basszus, de ő ugye szembe jutott. Hát nem. Bizonyos dolgokban olyan, mintha így félkész lenne a játék. Tudjátok, beszéltem nektek a kredit problémáról. Beszéltem nektek a Új Washingtonban lévő, mintha egy fotóautomata lett volna, hogy ott mit kell csinálni. Lehet, hogyha nehezebb szinten játszok, akkor előjönnek valami feladatok. Régen amúgy én mindig normálon próbálkoztam a játékkal, de hát az régen volt, hát az 93-ban volt például. Jó, hát itt nem látok semmit. Esetleg a cutscene-eket nézzük meg, hogy kihagytunk-e valamit, de szerintem nem. Ez itt melyik volt? Aha, ez a... hogy kiítottunk. Ez nem rémlik, hogy lett volna amíg ez sem. Azért mondom, hogy igen, tehát hogy animáció töredékek mentek ki így az Amigánál. Tehát hogy a PC verzió az a jobb, úgymond. Persze, ehhez végig kéne játszani az eredeti PC-s verziót is, mert hogy ott nem tudom milyen hangok voltak annó. Kezdetben így még a 90-es évek, pont így a 93-94-es időszak, az volt... Jaj, közben meg figyelnem kéne megint a szöveget, hát ha jobban. Tehát próbálok egy csúszát... Ja, tudom már, persze! Hiszen oda teleportáltunk az alienek bolygójára. Ami gondolom nagyon messze van. És most mondj, beszél a csúszásról, és most hibernáltatta magát. És gondolom, akkor megyünk vissza a földre. Jó, így leesett most már. Tehát mit akartam pofázni, basszus? Jó, ezt most már elnyomhatom. Tehát, hogy pont egy 93-as, 94-es évek voltak még azok, szerintem, ahol az Amigának
még az a 8 bites hangja, 8 bit, még szerintem jobb volt, mint a PC. De azért ott már bőven az a korszak volt, ahol PC-re is lehetett venni nagyon jó hangkártyákat. Tehát a gáz az szerintem már simán már volt a 90-es évek elején. És ott most tényleg az elejét mondom, tehát nem 92-93, 90-91. Illetve voltak a komolyabb videókártyák, amik 16 bitesek voltak. Viszont a PC-s videókártyáknak, és ez nekem nagyon akkoriban nem tetszett, de most nagyon tetszik, volt egy ilyen, egy kicsit ilyen midisebb hangzása volt, ilyen szintetizátorosabb hangzása volt. És ez nekem akkoriban az Amiga után nem tetszett. Én nagyon megszoktam az Amigának a hangját. És nekem akkoriban nem tetszett, viszont egyrészt, hogy megszoktam, ugye mondtam nektek, hogy én a PC, tehát 90, mikor vettem az Amiga, a saját Amigámat, a bátyámnak volt Amiga 500 plusza, a saját Amigámat akkor vettem, hogy én Amiga 1002-est vettem már, én nagyon sokáig Commodore 64-eztem, és Amiga 1002-est vettem saját magamnak, és az volt akkor szerintem 93 eleje. És emlékszem, hogy így jöttek a PC-s játékok, és én még 93 végén eladhattam azt az Amigát, és vettem egy PC-t, egy 386-os DX40 MHz-es PC-t, mire is emlékszem. A videokártya már annyira nem, meg a hangkártyára se, talán egy Sound Galaxy hangkártyát vettem, 8 vagy 16 bites. És akkor ugye nagyon jó játékok voltak PC-re, de nekem hiányzott nagyon az Amigának a Workbench elnevezésű operációs rendszere, vagy hát inkább az operációs rendszer az Amiga OS, és a munkaasztalt hívták Workbench-nek itt találóan. Na mindegy, tehát ugye ez volt, és akkor utána én nagyon sokáig Amigáztam, és utána megint PC-ztem. Akkor már meg ugye megmaradt a PC. Ugye sajnos akkoriban nem volt nekem arra pénzem, hogy én több konzolt, vagy több számítógépet tartsak. Most megtehetem már, de akkoriban nem, hiszen fiatal voltam, lakás, stb. Lakásépítés, lakásvásárlás, felújítás, blablabla. Bla, 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 bla. Tehát azért más világok voltak, meg hát... Jó, valljuk be, hogy azért akkoriban drágák voltak ezek az eszközök. Tehát egy 386-os PC elég drága volt, úgyhogy még ahhoz monitort kellett vennetek, stb. A mai egy kicsit jobb helyzetben volt, mert ott megvetted az alapgépet, Vicsesze nélkül árulták ezeket a kisebb gépeket, tehát ezeket a tasztatúrás gépeket, vagy billentyűzettel egybeépített gépeket, ezeket Winchester nélkül is árulták, voltak olyan kiszerelések, amiben Winchester is volt, és hogyha megvetted a nagyon alapgépet, amiben nem volt Winchester, és flopikat rakosgattál, ugye, és akkor úgy játszottál, a flopikat cserélgetve, akkor igazából az Amigát rá lehetett kötni egy tévére, és tudtál vele játszani. Tudtad egy kicsit használni az op-rendszert. Igaz, hogy lemezről, de akkor is tudtad használni. Tehát, hogy ez úgy olyan tekintetben olcsóbb volt, de hogyha már Amigához is vettél vinyót, monitort, nagyisten memóriabővítőt, nagyisten turbokártyát, akkor már azért túl lehetett lépni a PC-t. A PC-nél kénytelen voltál megvenni, nem működött máshogy. Ugye úgyhogy egy vinyó kellett bele, egy hangkártya kellett bele, hiszen akkor csak csipogott a gép. Monitort kellett hozzávenni, tévére nem tudtad rárakni, pláne a 90-es évek elejéről beszélek. Ugye később már persze meg lehetett ezt oldani. Ha jó van, bocs. Srácok, ennyi lett volna akkor ez a rész, és vagyis hát ez a rész, ez a végigjátszás, mert akkor most már végigjátszottam a játékot. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, jók legyetek, vigyázzatok magatokra, sziasztok!